napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak, az Egy erkölcsös éjszaka című filmről beszélgetünk majd Puhi Klárával, forgatókönyvíró, filmesztét, a filmes szakkönyvek szerzője, de hát a mi esetünkben a legfontosabb, hogy Mag Károly ismerője, jó ismerője, interjúkat is készített vele, írt is róla. Ez az Egy erkölcsös éjszaka, ez egy nagyon jó film, egy bordélyházon, egy kuplerájban játszódik, mindenféle félreértéses kalandok történnek benne. Ez hol van Mag Károly életművében, ahol a Lili Honfitól, a Szerelmen át, a Mit csinált felséged, azt hiszem 3-tól 5-ig, több tucat film szerepel. Ez a kicsit bohókás, de szép, olyan romantikus film, mert egy bordélyházon is történik sok romantika. Ez hol van Mag Károly életművében? De igen, ez tényleg jó kérdés. Én most megnéztem a filmet, nagyon-nagyon tetszett, teljesen fölragadt az elején egy ilyen mosoly az arcomra, és végig ott volt. És aztán elolvastam, hogy mit írtam a Mag Károlyról egy, nem tudom, 10 évvel ezelőtt egy ilyen életműértékelésben, és megdöbbenve láttam, hogy erről a filmről szinte semmit. Na hát. És igen, és hát ez vagy vak voltam, nem tudom, vagy más volt az értékrendünk, az is elképzelhető, vagy ugye azóta történt egy, vagy már lehet egy több korszakváltás, és most azt néztem, hogy ugye elég kevés film érte túl a rendszerváltás szerintem a régi szocialista filmekből, és ez abszolút nem hogy túlélte, hanem úgy felfénylett, azt lehet mondani. De nagyon élveztem, nagyon. Istenül. Már a sorozat megtervezése ennyit ért, hogy megnéztük mind a ketten újra ezt a filmet, és remélem, hogy sokan követnek minket, hogy ez a film lehet, hogy azért élte túl, ha így van, ahogy mondod, mert tulajdonképpen olyan időtlen. Ugyan sejtjük, hogy körülbelül mikor játszódhat a régi békebeli időkben, ugye ez egy Hunyadi Sándor novella, de tehát ezek az idők már biztos, hogy elmúltak, ilyenek nincsenek, de tulajdonképpen akkor mindegy, hogy 1970, nem tudom, hányas ez, 70-es évek eleje van, 80-as, 90-es, vagy akár a 2020-as években járunk, mert ezek az emberi viszonyok, ezek az édes történetek, ezek a kicsikáns dolgok, ezek tulajdonképpen így maradnak, míg a közélettel inkább foglalkozó filmek talán hamarabb elveszik az aktualitásokat. Hát az biztos, hogy az, ami... Tehát ami akkor, nem tudom, nem volt elég súlyos, ugye a magyar filmek ilyen súlyos filmek voltak, és az is súlyos volt, ami nem volt közéleti egyébként. Ugye, mert ez egy vonulatba tartozott tulajdonképpen az erkölcsi éjszaka, tehát a Szimbád, a Sándor Pálnak is volt egy ilyen filmje. Herkules fürdői emlék talán. Herkules fürdői emlék, igen. A Carla Romanelli volt abban a filmben is, mint ebben a filmben. A Mack is, ugye akkor, ezt megelőzően évekig csinálta a Szkalla lányok történetét. Tessék? Macskajáték. A macskajátékot, igen, tehát ez egy utolsó darabja volt egy vonulatnak, ami nagyon egy nyelven beszélt, és ez volt talán a legkönnyedebb. Tehát ez biztos, hogy fontos, és szerintem ma már lehet, hogy elég egy film, vagy én most azt éreztem, hogy elég egy filmnek ennyi. És olyan szép, és egyébként az egy nagyon mély dolog, ott van, hogy... Igen, történet igen. Annyi, hogy egy vidéki kisvárosi bordélyházban a lányok nagyon megkedvelnek egy szélhámos fiatalembert, ezt mint minden magyar filmben ebben a korban Cserhalmi György játsza, a fiatalember beköltözik lakni ebbe a műintézménybe, csak hogy egyszer csak a vidéki konzervatív idős édesanyja megígéri, hogy meglátogatja, és a lányok kénytelenek eljátszani, hogy ők erkölcsös úri lányok, és hogy ezt a mama elhiszi-e, vagy sem, persze ezt se tudjuk meg, és ebből azért nem ilyen burleszk jelenetek, vagy burleszk szituációk alakulnak ki, amik szintén lehetnének, hanem hát nagyon, nagyon vicces, ahogy Sota Iréna Mutter, a madám, ahogy kommandírozza itt a csapatot, hogy akkor most képzeljük el, hogy mi erkölcsösek vagyunk, és hát hogy
vagy megjelennek a város politikusai, akik viszont meg se próbálnak úgy tenni, mint a ők erkölcsösek. Igen, de most nagyon jó, hogy felkértél engem erre. Most elolvastam az alapnovellát is megint, és hát mindaz, ami ezt a filmet élteti, az nem volt benne a novellában. Tehát, igen, nincsenek benne a politikusok. Hát például a politikusok se, például a Kelepei egy egészen más karakter, de főleg nincs benne az a megrendülés, amit a lányok, a madám, amit ez az egész szerencsétlen csapat érez, amikor ez a mama a maga tisztaságában ott fölbukkan, és elken. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy éjszakára ott elhazudják a mamának, hogy ők jó lányok, hanem hogy ők megrendülnek attól, hogy hát az egyik lány ugye öngyilkos lesz. Egyébként két öngyilkosság van a filmben, szóval tulajdonképpen ez egy komoly film, csak az előadásmódja nagyon-nagyon laza, és hogy mondjam, költői. De tehát itt vannak, komoly mélységek vannak szerintem ebben a filmben. Csak nem akarja ezt így az arcunkba tolni. Két öngyilkosság is van, mert készítettél jó 10 évvel ezelőtt Makkárolya egy interjút, és mi a jó film, és Makkárolya azt mondja neked, hogy egy jó halál, egy jó szerelem, egy jó boldogság kell bele. Csak ezeket megfelelő arányban kell aztán majd vegyíteni. Hát ezek talán mind benne vannak. Ezek mind benne vannak, igen, igen. És az is érdekes, hogy abban az interjúban tehát, hogy milyen volt a maga gondolkodása, hogy például a szerelemnek azt a fantasztikus végét, amikor a Darvas Iván ugye hazatér a börtönből, és van egy ilyen nagyon, tényleg nagyon megrendítő happy end, tulajdonképpen happy end, ez is stílus volt egyébként a szocializmusban, a happy end, de ő oda tette. Ezt ő maga is egyféle hollywoodizmusnak nevezi, persze Makkárolynál sose lehet ezt tudni, hogy komolyan gondolja, vagy nem, mert tehát a mozis logikája ezt diktálja, hogy igen, kell egy happy end a végére, itt is egyébként happy end van a végén, és szóval ez nekem most megütötte a szememet, hogy ő ezt így fogalmazta, hogy szerinte a sikerben benne volt az, a szerelem sikerében, hogy jó lett a vége. Aztán, hogy ezt ő tudatosan így végig gondolta, vagy egyszerűen neki oda az kellett, az olyan, ezt nem tudom. Érdekes, hogy a szerelmet mondod, mert hogy tulajdonképpen nagyon hasonló a szituáció. Valamit be akarnak hazudni a szerelemben azt, így hogy van. A férj, Darvas Iván, az nem börtönben van, ahol valóságban van politikai okokból, hanem azt mondják az idős édesanyjának, hogy külföldön talán forgat, vagy nem tudom én, mit csinál, és ezt hazudják neki. Igen. És itt is ugye hazudnak az édesanyjának, és egyik film, Darvas Lili az édesanyja, és Törőcsik Maria, hogy mondják, az menye, aki hazudik neki. Tulajdonképpen a film végére nem biztos, hogy én nem biztos, hogy rájövök, vagy rájöttem, hogy most elhiszik ezek az idős asszonyok, hogy amit hazudnak nekik, vagy nekik is egyszerűbb úgy, mindenkinek jobb, hogyha úgy teszünk, mint hogyha elhinnénk, és akkor könnyebben túl vagyunk ezen a dolgon. Ez mind a két filmben nagyon más hangulatban, abszolút. Nagyon más formában, de benne van teljesen, nem? Abszolút, tehát rokon, tehát a szerkezete is rokon, meg a, hát ez hogy is, ezt úgy hívjuk dramaturgiailag, hogy suspense. Tehát mind a két film, ugye, amit a Hitchcock talált föl annak idején, hogy a néző tud valamit, amit a szereplő nem tud. Tehát a két öreg asszony nem tudja pontosan, hogy mi van a fiával, vagy tudja, ez nem derül ki, de a néző tudja, hogy ez egy hazugság, és akkor tulajdonképpen az a suspense játék, hogy mikor derül erre fény, és ezt minél tovább tudom húzni egy filmben, az a film az annál lebilincselőbb. És igen, mindkét filmben erről van szó, és mindkét filmben ez a csiki-csuki van, hogy ez a két fantasztikus, ártatlan nő vajon tudja, vagy nem tudja. És most érdekes volt, hogy megnéztem a port.hu-n, én nagyon szerettem a hozzászólásokat. Volt egy csomó hozzászólás. Ez még egy régi vetítés alkalmával, és a legtöbben tulajdonképpen ezt találgatták, hogy vajon tudta, vagy nem tudta. És szerintem ez a legszebb a filmben, hogy így lebegteti a mag, hogy nem. Szóval ez nem derül ki végül is. Vannak olyan gesztusai a makainak, hogy igen. Na, ő az édesanyja, Makkai Margit.
Igen, Makkai Margit az édesanyja. Igen, egyébként ez a két nő alak is nagyon rokon, a Darvas Lili és a Makkai Margit. Tehát van egy ilyen, mondjuk minden előítéletünket összerombolja, tehát van egy ilyen nagyon masszív, a magyar öregasszony, ugye, ez borzalom, mint borzalom, de ez a két nő, hát ez két tündér, két mesebeli idős dáma, egy fantasztikusak, és a tisztaságuk, és igen, és minden megtörtént velük, persze, igen, és megőrizték ezt valahogy a méltóságukat. Érdekes, amit mondasz, hogy a néző tud valamit, amit a filmbéli szereplők nem, hogy például a szerelemben, de aztán majd visszatérünk persze szerkőcsös éjszakára, a néző, vagy a korabeli néző valószínűleg azt is tudta, hogy Darvas Iván börtönben volt 56 után, akár ez az ő története is lehet, nem tudom, hogy az ő személyes története hogyan alakult, erről ilyen szempontból fogalmam sincs, de hogy hát ez az ő története, tehát amikor az a film elkészült, akkor egyrészt egy bátorság lehetett arról beszélni, hogy ebben a rendszerben is politikai okokból, ugye nem derül ki, hogy miért talán, ha jól emlékszem, de úgy gyanúthatod, hogy ártatlanul, vagy ok nélkül, vagy egy politikai küzdelem részeként csúszták le, és ez a filmben nem is derül ki, mert hát a színész is az élete, és ez valószínűleg Magyarországon kívül sehol nem érdekes, de a magyar nézők akkor biztos, hogy tudták, hogy Darvas Ivánnal mi történt. Abszolút. Abszolút. Hát igen, köztük nagy barátság volt állítólag a Magtán még újtatta is, nem is tudom. Szóval ők iszonyú jobban voltak, és valóban a Darvas Iván, hát nem tudom, ahogy akkor mondták, áttált. Tehát nem tudom, egyértelműen a forradalom pártján volt, és ezért aztán börtönbe is került. És az érdekesebb, szerintem, tehát hogy ez a film, a szerelem, de majd aztán térjünk vissza az erkölcsös éjszakára. Abszolút a betiltás határán volt. És hát nem tudom, ki tudja ezt a nézők közül, de a Kádárnak volt egy vetítője, talán a Honvéd utcában, itt a Bátori utcában, igen. Vagy Bátori utcában, igen, én is voltam ott. Mokép, vagy valami filmforgalmazó cégnek volt a vetítője, jól emlékszem. Igen, igen, és a Kádár ott nézte, a Kádár imádott mozizni, és ott nézte meg azokat a filmeket is, amiket behoztak külföldről, hogy hát ez olyan, mozizni is szeretett, meg azért cenzúrázott is közben. És ezt a filmet, szóval ez nagyon-nagyon-nagyon necces volt, a szerelem, nagyon-nagyon közel volt a betiltáshoz, és állítólag, mert persze nem egyedül mozizni, ott, hanem gondolom ott fontos PB tagok is ültek, és állítólag ezt a filmet, ez a legenda hozzá, hogy a feleségek mentették meg, tehát a Káder feleségek, akik azt mondták, hogy veletek ugyanezt történt, és velünk is ez történt, és mi ugyanígy vártunk rátok, amikor ti voltatok börtönben. És aztán a film, ugye, megszületett, átment, forgalmazták, és a Mak, hát nem tudom, biztos, hogy a legfontosabb filmje lett Maknak, ami aztán szerintem kicsit őt is nyűgözte, tehát az erkölcsös éjszaka ilyen szempontból érdekes kapcsolódás, hogy tehát volt a Makban egy ilyen ismétlési kényszer, hogy ezt hogy lehetne ezt még. Tehát ez egy ilyen belső dolog, hogy egyszer valami kicsúszik, amit ugye sose tudja az ember, hogy mit csúszik ki, meg hogy az mit, hogy hat, ezt nem tudják az alkotók, és hogy valahogy egyszer beüt, és akkor onnantól van egy ilyen kényszer, hogy hú, azért ezt valahogy meg kéne. Ha én ezt tudtam, akkor tudom legközelebb is. Nekem az erkölcsös éjszaka is ilyen, hogy egy ilyen... Említetted a Hunyadi Sándor novellát, ami egy gyenge közepes novella, egy kedves, de tulajdonképpen jelentéktelen szerzőtől, hogy miért ilyenkor te is, mint gyakorlott forgatókönyvírótól is kérdezem tőled, hogy miért kell visszanyúlni ilyenkor egy alapanyaghoz, vagy miért kell, vagy ez csak az ötletet adja, vagy miért nem egyszerű pups, megírjuk ilyen zöldmezős beruházásként, hát adódik ez a történet. Ó, hát az nem úgy van, nem, hogy pups, megírjuk. Egyébként a Mak ilyen szempontból nem volt egy szerzői alkotó, vagy egy szerzői filmes. Ő nem volt egy modernista szerző. Nem maga írta a filmjeit.
Tehát ő neki nagyon fontos író barátai voltak, akikkel dolgozott a történeteken. Ugye Déri, a Szerelem című filmet, az két Déri novellát vont össze. Őrkénynek írta állítólag a Macskajátékot. Tehát ő a filmrendezőségét így élte meg, hogy az író az írja meg, én meg majd megrendezem. Tehát ez egy egészen más alapállás volt, mint a korabeli, legtöbb korabeli fontos rendező alapállás. Ugye szerzői filmben vagyunk, abban az időszakban, 60-as években különösen, rendező egy omnipotens valaki, mindent tud, megírja, megrendezi, ha nem vigyázol, még el is játsza. Szóval más volt. De a MAK nem, a MAK nagyon, nagyon tisztelt az írókat, mindig irodalmi alapanyagból dolgozott, vagy igen. És szerintem van az a szabály is, hogy egy kisebb, nem, még nem széthordott írói alapanyagból sokkal könnyebb dolgozni. Tehát ez a filmtörténetben a Truffaut csinálta egyébként, hogy mindig valami kevéssé ismert szerzőt keresett, aki olyan filmesen ír, mert akkor nem kell vele megmérkőzni. Szóval. Tehát például a Macskajátékkal az is történt, hogy mire olyan sokáig készült, hogy mire elkészült, a maga a mű, az alapmű már nagyon híres lett. És akkor már ahhoz mérték. A Hunyadi novella, az senki se tudott róla, vagy nem nagyon, vagy csak az irodalmárok nem mérték hozzá a filmet. Egyébként a film sokkal jobb valóban, sokkal gazdagabb. Úgyhogy szerettünk dolgozni olyan könyvekből, ami nem annyira ismert. Egyébként kevés, az probléma is a magyar filmesek számára, hogy nincsen igazán. Tehát nagyon kevés filmre való irodalmi mű van. Ugye hát Eszterházi, hát most mit csináljunk az Eszterházival, vagy Spíróval, vagy szóval. Tehát, hogy na, nehéz. Hát most ért el sikereket Závadának a Természetes fény című filmje. Igen. Tehát azért becsúszik néha. Igen, nem láttam még a filmet. Érdemes megnézni. Igen, biztos szép, jó híre van. Könyvet elolvasni, még inkább érdemes. Mikor én először olvastam ezt a történetet, ugye ez egy ilyen, hogy egy ilyen hihetetlen dolog, hogy beköltözik egy végül is, egy oké, hogy egy link, de hát egy átlagos polgári, talán egyetemre jár, ha jól emlékszem, fiatalember egy bordélyházba, de aztán később látom, hogy ez a jelenet, hogy ez a típus a Krúdinál rengeteg novellába előjön, és aztán talán az Ady Endre éjszakáiba írja, hogy Ady Endre simán beköltözött egy kuplerájba, talán a Magyar utcába, Ó utcába, nem tudom, és hónapokig ott lakott, és a lányok látták, elhoztak neki enni. A történet egyáltalán nem olyan pikáns, tehát nem egy nagy orgia volt, hanem ott lakott, el volt, oda jöttek a barátai, ott fogadta őket. Tehát lehet, hogy még csak ez se olyan, ma olyan hihetetlen ez, de hogy a maga korában lehet, hogy ez még csak nem is volt annyira jó, nyilván nem volt mindennapos, de szokatlan dolog. Na, ezeket nem olvastam, ez érdekes összefüggés. Na hát akkor hogyan figyelek a kuplerájra, úgy látszik, a kuplerájra. Ami itt nagyon, nagyon vonzóvá teszi ezt a filmet, a színészek, ugye Sotta Irén, zárójel, Mag Károly felesége is volt egy időben, Tarján Györgyi, Cserhalmi György, Makai Margit, tehát kitűnő színészek baromi nagyot alakítanak. Tehát, nem tudom, hogy ez így van-e, vagy ez egyáltalán számít-e, de a nézőnek az érzése, hogy hát ezek élvezték, amit csinálnak, nekiknek ők is jól érezték magukat. Uh-huh. Hát nem biztos, hogy így volt, de hogy ez egy olyan kellemes érzést ad az egész. Hát én egyszer csináltam a Herskó Jánossal egy könyvet, amit nagyon-nagyon élveztem, és nagyon tanulságos volt nekem is. Ő ugye MAK kortárs volt, és a magyar film nagyon jelentős alakja egészen addig, amíg nem diszidált, nagyon font 70-ben, és ő mondta nekem, hogy figyeljen meg, vagy ha nem tudom, akkor most megtudom, hogy a magyar filmrendezők nem nagyon értenek a színész nyelvén. Tehát, hogy nagyon kevesen tudnak instruálni igazából. És kiemelte, hogy a MAK tud, hogy a MAK valamit nagyon tud a színésszel, és akkor ugye el is mutogatta, hogy a Makkarcsinő átöleli a színészét, és úgy elvonul vele, és akkor úgy valamit úgy megsusmusolnak, és akkor attól biztos, hogy ez az alakítás jó lesz. Szóval
Én nem tudom, hogy ez így volt. Ez hát a Hesko nagy szakértője volt, minden tanított is, meg jó filmje is vannak, meg szóval ő nagyon fontosnak tartotta a színész vezetést, mint rendezői feladatot. És úgy érezte, hogy ez a magyar filmben ez egy ilyen mostoha terület, hogy úgy beküldik a színészt, van majd te, tudod te azt, hogy mit kell csinálni. És hát természetesen ez nem így van. De a MAK-nál, hát ugye a MAK-nak azért nagyon komoly lélektani analízisei vannak. Tehát ott, tehát igen, szóval ott valóban fontos, hogy ott a nüanszok, az árnyalatok nagyon fontosak a színészeknél. De állítólag a Psotta Irén egyébként kérte tőle, hogy egyszer csinálj már nekem. Tehát írj már nekem egy filmet, légy szíves egyszer. Hát ez szerepelt másba is, a Mit csinál felsége, nem tudom, 3-5-ig, bár azt méltán... Hát meg a Ház a sziklák alatt. Hát ami az egyik legelső nagy MAK klasszikus siker, igen. Igen, igen, az fantasztikus az a film, meg a Psotta is. Igen. Azért kapott. Egyébként sok ilyen ismétlődő szereplője van, ugye Darvas Ivánt már említettük, hát ő is újra és újra előjön, Törőcsik Mari is újra és újra, nyilván persze a kortársiasság is hozta Cserhalmi György, tehát hogy jó pár ilyen színész volt, aki újra és újra fölbukkant a filmjeibe. Hát, ugye igen, ez is jellemző. Igen. Persze, hát nem is tudom, kivel olvastam, hogy szeretett. Ja, igen, a Latinovics volt egy, igen, a Latinovics állítólag egyszer valami egészen korai filmjébe szerepelt, tehát bizonyos értelemben a Latinovics első filmes jelenléte a MAK-hoz kötődik, valamilyen korai filmjébe, de csak mint statiszta. És aztán nagyon jóba voltak, és úgy időnként úgy megjegyezték egymásnak, de érdekes, hogy nekünk nincsen közös filmünk. Tehát, hogy ez is érdekes, hogy kivel nem. Ugye, Latinovics szinte egy megkerülhetetlen színész volt, tehát aki azt akarta, hogy rendben legyen a filmje, az azért gondolkodott a Latinovicsba, és ők valahogy ők, nem tudom. Tehát a MAK nem választotta, őt például nem választott. Mi volt a korabeli szokás, hogy a rendezők választották a szereplőket, vagy volt erre egy ilyen casting? Mert hát ebben a filmben is szerintem a siker egyik kulcs az, hogy baromira ki vannak találva a szereplők. Tehát nagyon-nagyon el van találva, hogy ki mit játszik, és nagyon jó figurákat szedtek rá össze. Azt hiszem, hogy szűkebb volt a választék. Azt gondolom. Meg a MAK azzal sosem élt, amivel aztán a 70-es évekbeli rendezők, hogy egyszerűen megkeresték valahol az amatőrök közt a szereplőket. Ugye egyszer csak kitört egy ilyen dokumentarista hatás, vagy iskola, neve is volt a Budapesti Iskola. Tehát a MAK utáni generáció inkább természetes szereplőkben gondolk, natúr szereplőkben, de a MAK még a régi generáció tagja, ő színészben gondolkodott mindig, és kevesebb színész volt. Tehát nem volt egy kis színház, meg alternatív, meg nem tudom mi. Tehát valahogy jobban egybe volt ez tehát a színész társadalom is jobban egybe volt. És persze hát a régi magyar film nagyon professzionális körülmények között történt meg, sokkal drágább, sokkal több pénz is volt egyébként a filmekre, sokkal több pénz volt, mint ma. Vagy akár mondjuk hát a 90-es évekről ne is beszéljünk. És szóval ott az, hogyha egy film elnyert, persze, volt casting, persze, igen. Minden volt, tehát nem számított a pénz. Mondjuk nyilván nem voltak sztárgázsik, meg nem volt, főleg nem volt star system. Tehát ez ismeretlen volt. Azt hiszem, a kelet-európai filmekben ez ismeretlen volt. Mondjuk az európai filmre se volt, talán jellemző, talán a francia, de a magyar filmben biztos, hogy nem. Tehát azt hiszem, nem voltak ügynökei a filmes, a szereplőknek. Tehát ez azért másként történt meg egy filmben a szereplőválogatás. Hogy úgy meg volt adva ennek a filmnek, amúgy, tehát el tudom képzelni a pénz helyét, mert a
Hát a ruhák elképesztőek, nagyon a világítás, a díszletek, a nem tudom én micsoda, nyilván nem egy ilyen hollywoodi autósüktözés, űrhajó földre száll, ilyesmiket kell elképzelni, de hogy úgy bele volt téve a pénzem az, hogy na most itt képzelj el valamit, abszolút, hogy ez szép, hanem az úgy megjöttetve csinálva. Igen, de egyébként azért, tehát a látvány inkább azért hat, mert nagyon dekoratív. Tehát nagyon, tényleg nagyon festő ilyet. Szerintem a Tóth János a legnagyobb operatőreink egyike volt. Ővé volt a Szimbád, mint koncepció, amiben aztán nem ő volt valamilyen furcsa oknál fogva az operatőr, hanem Sára Sándor. De együtt csinálták a Makkal a Macskajátékot is, és ezt a filmet is, és a Szerelem című filmet is, és tehát nem, de olyan értem, azt hiszem, nem volt ez egy drága film, hogy hát nem tudom, különleges helyszínek, vagy nem tudom. Tehát végül is két helyszín volt. Hát volt az a nem tudom, az a hely, ahol kártyáztak az urak, ugye? Meg volt a... Igen, meg volt ez a ház, ez az udvaros vidéki ház, ahol ezek a szobák, és főleg ugye a szalon. Tehát ahol találkoztak a kuncsaftok a lányokkal. Tehát ez így, ahogy ezt így elmondom, ez nem sok pénz, hanem, de hát ez aztán úgy oda volt téve, tehát a látvány maga is, ahogy meg volt világítva. Nekem teljesen olyan volt, mint ezek a régi impressionista képek, egy mit tudom én, a Degas, vagy nem tudom, a Manet, vagy szóval ezek a nagy impressionista mesterek, úgy fel is lehetett, vagy a Renoir például, szerintem volt egy csomó, tehát szerintem ezeket tanulmányoztatták. Azt hiszem, Toulouse-Lautrecet mondasz, mint tévában. Toulouse-Lautrecet mondasz. Toulouse-Lautrec is, igen. Az festett ilyeneket. Sokszor az ember megnézi ilyen régi nagy film élményt okozó alkotást újra, akkor az az érzés, hogy az emlékeihez képest lelassult, hogy minden ilyen régi film sokkal lassabb, mert hozzá vagyunk szokva. Ez most, hogy újra nézted, milyen? Hát nálam egy ilyen lassúság nyitott kapukat dög, mert én ebben nőttem fel. Hát nekem ez egy filmes tempó, az nekem ilyen. Igen. Tehát nekem jó érzés, de ez tényleg van. Igen. Tehát én ma, ahogy így, mert nagy Netflix néző vagyok, persze, de van egy olyan alapérzésem, hogy én csak úgy minden ötödik dolgot értek. Tehát, hogy úgy keresztül megy rajtam a film, hogy csak úgy kapkodom a fejem. Tehát én úgy szerettem még megnézni egy jelenetet, ugye elkószál a tekintet, hogy mi a háttérrel, meg melyik mellékszereplő éppen mit csinál, miközben a főszereplő ezt is ezt csinálja. Tehát én nagyon bírom ezt a tempót, de el tudom képzelni, hogy találtam egyébként a reflexiók közt is, amit a nézők írtak, hogy ez teljesen poros. Ezt el tudom fogadni. Nekem jó volt. Ez a lényeg. Köszönöm szépen, és akkor azt ajánljuk mindenkinek, hogy nézze meg ma Károly a Gyerkölcsös Éjszaka című filmjét. Muhi Klára, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Szervusz.